itt vagyunk tehát, hölgyeim és uraim, a döntő mérkőzés velünk szemben Szudi Ádám, nekünk hát a Ecseki Nándor. Három-kettőre vezet Ecseki Nándor. A papírforma érvényesült eddig, hiszen az első kiemelt és a második kiemelt jutott be a döntőbe. Szudi Ádám az első körben Mag Benedeket verte meg 4-1-re, majd Balázs Bencét 4-0-ra, majd Fejzmerer Kristófot 4-0-ra, majd az elődöntőben Sokán Gergelyt az előbbiekben 4-2-re, Ecseki Nándor Kovács Gábort 4-0-ra, Timafalvi Gergőt 4-0-ra, Bőm Gábort 4-0-ra, majd 4-2-re. Majoros János Bencét, tehát így jutottak be a fiúk a döntőbe, és favorit igazából nincs ezen a mérkőzésen, talán egy kicsit a mérleg nyelve a Szudi felé billen. Jobb eredményei vannak, és ugye ő az első ranglistán 7-3 közben. Jobban kezdi Ecseki a mérkőzést. Kilenc-négy, most már egyelőre nem tudja fölvenni a mérkőzés ritmusát, Szudi Ádám. Az gyönyörű viszont. 9-5. Szépen csinálta Szudi Ádám, ahogy visszajött labdameneten belül. 4 pontos hátránya még mindig. 9-6. Hoppá. Szerencséje van Szudi Ádámnak. Pillanatokon belül följött 9-7-re Szudi Ádám. Kilenc-nyolc. Honnan jött fel Szudi Ádám? Ideges is rendesen, Ecseki Nándi. Szudi Ádámnak van szetlabdája, hölgyeim és uraim. Hát ez érdekes, szett volt, kiszedte. Honnan szedte ki? 9-3 volt talán? Vagy 9-4? Nem tudom, az a lényeg, hogy szépen följött Ádám, és utána megcsinálta a szett végén. Tehát vezet 1-0-ra Szudi Ádám. Úgyhogy érdekesen kezdődik a döntő mérkőzés. Elég idegesen magyaráz Iván Csaba tanítványának. Thank you.
rosszul kezdi a második szettet, Szudi. Egy. Három egy. Oda egyenesbe a fonákot. Szépen csinálta Szudi, 3-2. Jó szerva, és már is egyenlő az állás. Csinált az. Ecseki kidolgozta a labdemetet. Jó szerva. Nagyon jó szervál. A második szedben Szudi. Hosszú. Hosszú a szerva. 6-4. Ecsekinek. Szép induló pörgetés. Jó fonák. Egy pont itt, egy pont ott. 7-5-re vezet Ecseki Nándor. Szép szerva, ez nyesett volt. Nem érzi. Nem érzi Ecseki. Bele a hálóba. 8-6. Ez is. Sok ez az elpörgetett tenyeres mindkét oldalról. Szerencséje van Szudinak, 8-8. Tíz-nyolc két szett labdája van Szudi Ádámnak. Eddig vezetett végig ebben a szedben Ecseki Nándor. Csúszott. 10-9. Még van egy szett labdája Szudinak. Tíz-tíz, nem tudja megcsinálni a szolnoki fiú. Gyönyörű szép. Átvette az irányítást ezzel a fonák droppolással Szudi Ádám. Harmadik szett labdája ebben a játékban. Az is gyönyörű, nagyon okos. 12-10. 2-0-ra vezet Szudi Ádám, hölgyeim és uraim. Elég ideges Ecseki Nándor.
kezdődik a harmadik szett, tehát Ecseki kezdi. Rövid játék után elüti ezt az ígyszerc Szuti Ádám. Hát kíváncsi vagyok, hogy végig tudja ezt csinálni Szuti Ádám, hogy szorosan megnyeri a szetteket. Ugye az egyiket el tudja csípni a Cseki, és akkor nyíltabb lehet a mérkőzés. Ez már nem megy asztalra. Szépen kidolgozta a pontot, Ecseki Nándi. Visszahozta még Szudi Ádám. Gyönyörű. Ahogy ezeket a labdákat még meg tudja menteni. Hihetetlen. 2-2. És utána csinál egy ilyen hibát. Hát ez nem jött be. 3-3. Hosszúra megy. Élével. Szerencséje volt most a ceglédi fiúnak, 5-3-ra vezet a már harmadik szett közepén. Próbálkozik Ecseki, de azt lehet érezni még, hogy kezében tartja a mérkőzés Szudi Ádám. És akkor csinál pontot, amikor igazából csak akar. Hát, majd kiderül a végén. 6-6. Pedig jó kísérlet volt. Gyönyörű szép labdamenet. 8-7-re vezet Ecseki, ismét ő van előnyben. Majdnem vissza tudott támadni Szudi. Ájj! Majdnem bejött. Szudi Ádám kiszaladt a teremből. Visszajött. Megnyugodtunk. 9-7. Most meg tudta csinálni Ecseki a fontos pontokat. Ez gyönyörű. 9-8. Így
10-8, két szett labda Hecsekinél. Kilenc. Gyönyörű, hihetetlen szép. 10-10. Amikor a kezén van, akkor nagyon megöli a labdát. Szudi Ádám, és amikor ő támad. Szinte lehetetlen megcsinálni a labdamenetet. 10-10 tehát. Nem sikerült megnyerni ezt a szettet egyelőre. Ezt meg Zitzer elüti. 11-10. Szetlabdája van 3-0-ha Szudi Ádámnak. És be is üti. Hihetetlen. 12-10. Fúha, de demoralizáló lehet ez Ecseki Nándornak. Honnan jött vissza Szudi Ádám? Gyönyörű, gyönyörű. Hát tényleg, tényleg klasszis. Az a játékos. És reméljük, hogy majd az Európa bajnokságon megmutatja, hogy végül is mire képes. De hát most egyelőre még egy szettet nyernie kell ahhoz, hogy ne Európa bajnok legyen, hanem elsősorban magyar bajnok. Először magyar bajnok. Mindjárt jön tehát a negyedik szett. Gyönyörű. Szépen kezdi a negyedik szettet is Szudi. Becsapta ellenfelét a szervával. Érdekes labdamenet, hát csak jött ki jó belőle végül is. Rossz szerve a fogadás. 2-1. Az gyönyörű. 2-2, micsoda fars volt a labdában. Három kettőre vezet Szudi Ádám. Hosszú volt megint a szerva. 3-3. Három. Nagyon lazán játszik Szudi Ádám, tessék figyelni, hogy ott áll is, és csak így elengedgeti a kezét. Hát ez mondjuk hosszú volt, meg csúnya. Nem borított rá eléggé. 4-4. Erre se állt rá. 5-4. Most vezet a ceglédi fiú. Tött. A 5-re vezet Szudi Ádám 5 pontra a magyar bajnoki címtől. Időt is kér Iván Csaba, Ecseki Nándor edzője. Tényleg most is ebben a szedben is tényleg azt lehet figyelni, hogy amikor ő úgy gondolja, Szudi Ádámról beszélek, akkor meg tudja csinálni, és rá tud állni. Úgy fogad, úgy szervál. Kezében tartja a mérkőzést minden esetre, tehát.
Nézzük, hogy mit tud mondani Iván Csaba tanítványának, Ecseki Nándornak. Van-e innen visszaút? Én gyanítom, hogy nincs, de hát ugye a pingpongba bármi megtörténhet. Egy nüansz is megváltoztathat mindent. A lényeg az, hogy folytatódik a mérkőzés, és 6-5-re vezet. Ebben a szedben Szudi Ádám, és 3-0 összesítésben. Elcsúszott a labda. 6-6. Hét-hatra vezet Szudi. Rossz indítás. 7-7. Ez szép volt nagyon. Most Ecseki vezet 8-7-re. Az gyönyörű. Lendületből még azt a fonákot elengedte. 9-7. Elpörgeti. 9-8. Elüti Szudi Ádám. Így két szett labdája van, és szerválhat kétszer a szépítésért Ecseki. Meg is csinálja. 11-8, 3-1. Jönnek vissza a fiúk az asztalhoz. Szépített tehát Ecseki. Nézzük, ez mennyire lesz elég. Talán megjön a lendület. Talán nem. Egy-egy. Szépen csinálta Ecseki, hogy dolgozta a labdamenetet. Húha, érte. Oda-vissza, honnan futott. Szudi, 2-1. Egy.
elpörgeti. Pedig szépen csinálta Ecseki, ahogy visszahozta. Azzal a nyeséssel magát a labda menetbe. A végén az Itzert elpörgette 3-2. Ez nem jött be. 4-2. Ponttal vezet, Ecseki. Tényleg kezd magára találni. Ezt is szépen csinálta, 6-2. Elnézte rendesen, a Ecseki. Ezt elpörgeti, gyors szervát. Pedig magas volt, 7-4. Befejezi. 7-5. Nem hagyja magát. 7-2-ről, 7-5. Most nem jönnek be a lepörgetések. Odaért, odaért. Szudi a gyors szervára, és egyenlít 7-7. 7-2-ről 7-7. Nyolc hét most már. Zsinórban 6 pontot csinál, tehát Szudi Ádám. Kilenc hét. Hosszú három mérkőzés, labda, hölgyeim és uraim, 7-2-ről. Zsinórban 8 pontot csinált Szudi Ádám, helyben hagyta ellenfelét. Három mérkőzés, labda, három magyar bajnoki labda. Nem megy át. Már csak 2. 10-8. Viszont Szudi Ádám adogathat. Go! 11-8. Magyar bajnok Szudi Ádám, hölgyeim és uraim. 4-1-re nyerni tudott itt. 7-2-re vezetett már Ecseki, de végül is fordítani tudott Szudi Ádám. Kétszeres győztese ennek a napnak, holnap, körülbelül 3 órától, ifjúsági magyar bajnokság, hölgyeim és uraim. Köszönöm a mai figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.